Sziasztok, PC Guru nézők! Itt ülünk Kristoffal, Steel Saint-tel. Hello, sziasztok! És egy különlegességet mutatunk most meg nektek, amit különböző oldalakról meg lehet rendelni, illetve különböző alkalmazásokból. Ez tulajdonképpen egy retro konzol. Ami egy igen szép nagy darab. Igen, mert hogy ez egyben ugye maga a egyszerre a hardware és a kiegészítő, amivel játszunk, ráadásul kétszemélyes. Ez egy Pandora's Box, ráadásul a 3D-s verzió. Van hozzá egy kézikönyv és hát egy kis füzet. És az a lényeg, hogy egy 12 magas processzor, quad-core CPU van hozzá, 1 giga RAM-mal és 4 giga alap háttértárral, amihez aztán, tehát amit lehet aztán bővíteni kártyával, 64 gigára tulajdonképpen, illetve 64 gigával lehet bővíteni, VGA-val, HDMI-vel lehet csatlakoztatni, és több mint 2000 klasszikus arcade játéktermi játék van benne, vagy rajta, illetve Game Boy játék és a többi. Tehát, hogy amik a MAME emulátorral futnak, illetve nagyon sok minden egyéb klasszikus darabok, azok mind rajta vannak. Majd megmutatjuk működés közben, elvileg real-time fut, tehát most még nem tudom, mert most bontottuk ki, elvileg real-time fut a játék demója mindenből, miközben nézitek a játék címeket, pillanatok alatt bootol minden, tehát elvileg a jelenleg elérhető egyik legjobb, vagy a legjobb ilyen retro konzol, amin ráadásul 3D-s játékot, tehát azért ez a Pandora 3D, mert hogy PlayStation 1-es és egyéb játékok is felkerültek rá, 100-valahány darab, ami szintén tökéletesen fut, és ezért a korábbi mindenféle egyéb retro konzoloknál azok problémát okoztak. Meg hát tényleg ez a legtartalmasabb tulajdonképpen a felhozatal terén. De fog meg egyébként, hogy így tehát fogásra súlyra is. Hát igen, tehát hogy nem spórolták ki belőle az anyagot, az egyértelműen látszik. Maga a felület is teljesen jó. Illetve ugye, aki egy kicsit is ismeri ezeknek a verekedős játékoknak a kompetitív közegét, akkor közelharcra is tökéletesen lehet alkalmazni. Igen, tehát hogyha túl sokszor vernek el Mortal Kombatban, akkor hozzá lehet vágni az emberhez, és imádom ennek a hangját. Tehát ez a klasszikus játéktermi feeling azért megvan. Ja, és az előlap pedig különböző verzióban elérhető, tehát hogy nem csak ebben a formában lehet kapni, hanem mindenféle más fajta kivitelben is. Gombok is vannak, azt hiszem más színben, meg hát ezek cserélhetők is, hogyha valaki ugye profibb, akkor azért érdemes az igényesebb, drágább gombokra beruházni és lecserélni. Mert hogy ezek azért nem azok a... Tehát ez a fajta, ez a legalapabb. Olyan szempontból gyenge csak. Egyébként minden másban, ahogy így nézem, abszolút megbízhatónak és masszívnak tűnik. De hát mindjárt ki is próbáljuk majd, és akkor látjátok a videó alatt, hogy hogyan működik. Aki szereti az ilyen retro dolgokat, meg a klasszikus játéktermi játékokat, azoknak szerintem ez egy ilyen nagyjából kihagyhatatlan ajánlat. Lehet külön kapni csak az alap hardware-t, az olcsóbb mulatság, illetve van olyan, amikor külön vannak hozzá ilyen kis irányítószerkezetek, és akkor ez a legmasszívabb verzió, ami így egyben tartalmaz mindent, rákött monitorra, tévére, és onnantól kezdve működik. Tehát, hogy ez ilyen sokat nem kell vele szórakozni, és ebben már van beépített Wi-Fi, tehát ami nincsen rajta, azt is le lehet rá tölteni. Úgyhogy elvileg tényleg ez a legkomolyabb verzió. Hát összetettem. Akkor szerintem ne is húzzuk tovább a nézők idejét, mutassuk meg, hogy működik. Igen, köszönjük, hogy itt voltatok velünk egyébként, és hát remélem, hogy tetszik ez az egész. Igen, ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjátok meg a csengőt, hogy szóljon a YouTube, hogyha feljön új videó. Most pedig sziasztok! Sziasztok!